15. alkalommal hirdetett nemzetközi fotópályázatot a Magyar Fotóművészek Világszövetsége. A kiválasztott képek egy részét Marosvásárhelyen is kiállították. Magyar fotósok találkozó helyévé vált a Bernádi Ház kiállító terme csütörtökön délután. 1500 fotót küldtek be magyar anyanyelvű fotósok a világ minden tájáról. A Magyar Fotóművészek Világszövetsége 2001-es megalakulása óta célul tűzte ki, hogy a magyar fotóművészeket összevonja egy csapatba, együtt próbáljunk gondolkozni, és ez a szép az egészben, hogy mindannyian máshol élünk, mindannyian mással foglalkozunk, más a mesterségünk, de a látás nyelvén együtt gondolkodunk. Bálint Zsigmondnak több képét is kiválasztotta a Világszövetség. Ezek közül itt egyet állítottak ki, amelyen Erdőcsi Nád legidősebb családja látható. A fotóművész híradónknak elmondta, a fényképen azt a nagyon hosszú időt próbálta visszaadni, amit ez a pár együtt töltött. Azokkal az emberekkel, akiket lefényképezek, azokkal először elbeszélgetek. Elmondják a problémáikat, a gondjaikat, beszámolnak, feloldódik az arcuk, már nem feszült akkor az arcuk, és akkor megkérdem, hogy egy néhány képet kellene csinálnunk, megengedik? És így készült ez a hátam mögött lévő fénykép is. A Világszövetség második alkalommal adott át életműdíjat. Ezt idén Haragos Zoltán marosvásárhelyi fotós kapta, melyet a művész távollétében unokája vett át. A tárlat hétköznapokon 9-18 óra között látogatható.